Menekült az újságírók elől a szálloda hajókapitánya, továbbra sem ismeri el, hogy hibázott, három utast keresnek még. Megdőlt a meleg rekord, a fővárosban 35,3 fokot mértek Újpesten, még ennél is melegebb volt Fejér megyében. Brutális viharok pusztítanak többfelé Európában, az olasz Alpokban 600-an menekültek a villámárvizek elől. És megdöbbentő támadás a budapesti állatkertben, kockakővel ütöttek agyon egy görög teknőst. Ez a híradó 7:30-kor az M1-en, Németh Balázs vagyok, jó estét kívánok, kezdünk. Egy szót sem szólt a hablánnyal ütköző szállodahajó kapitánya, amikor kiengedték a börtönből. A 64 éves ukrán férfi papírlappal takart el az arcát, kérdésekre nem válaszolt, sőt úgy tűnt menekül, hiszen a ráváró kocsi nyitott ajtóval elindult. Ügyvédje szerint sajnálja a férfi, ami történt, de továbbra is tagadja, hogy az ő hibája okozta volna a katasztrófát. 15 millió forintos óvadékért cserébe engedték ki, nem hagyhatja el azonban Budapestet, és éjjel-nappal nyomkövető lesz rajta. A baleset előtti utolsó pillanatok látszódnak ezen a felvételen. Az óriási szállodahajó másodpercek alatt gyűrte maga alá a kis turista hajót. A hableány alig 7 másodperc alatt süllyedt el a Margit híd alatt. A szállodahajó kapitányát a baleset másnapján őrizetbe vették, vízi közlekedés halálos tömegszerencsétlenséget eredményező gondatlan veszélyeztetésének gyanúja miatt. A bíróság 15 millió forintos óvadék ellenében szabadlábra helyezte volna a gyanúsítottat, amit a fővárosi főügyészség megfellebbezett. A vádhatóság indokként hozta fel azt is, hogy a kapitány a baleset után adatokat törölt a mobiltelefonjáról. A fővárosi főügyészség megerősítette azt a sajtóhírt is, hogy a kapitánynak nem ez volt az első balesete. Korábban a hajózás.hu nevű oldal írt arról, hogy az ukrán férfi szolgált azon a szállodahajón is, amely április elején Hollandiában 171 utassal a fedélzetén többszöri rádiós figyelmeztetés ellenére nekiütközött egy olajszállító tankernek. A hajót üzemeltető társaság szerint azonban az ukrán férfi ott csak másodkapitány volt. A fővárosi törvényszék azonban másodfokon is elfogadta az ukrán kapitányra vonatkozó óvadékajánlatot. Arcát eltakarva hagyta el a fővárosi büntetés végrehajtási intézet Nagy Ignác utcai épületét a hableánnyal ütköző szállodahajó kapitánya. A gyanúsított nem hagyhatja el Budapestet, nyomkövetőt kell viselnie, és hetente kétszer jelentkeznie kell a nyomozást végző hatóságnál. Ügyvédje Tótem Gábor csak annyit mondott, ügyfele vitatja, hogy ő lenne a felelős. Nagyon sajnálja, de ez nem a büntetőjogi felelősség elismerését jelenti, a felelősségét vitatja. Ha ő akart volna megállni, mert látta, hogy nagyon megközelítette, nagyon gyorsan meg tudott volna állni. De eleve el se szabadott volna jutni idáig. A szállodahajónak lett volna ideje megállni, mielőtt még összeütközött volna a sétahajóval. Erről beszélt a hableány kiemelésének napján Horváth Imre hajós kapitány az M1-en. A szakember hozzátette, a fékezést az is segítette volna, hogy a Duna sodrásával szemben haladt a Viking szigén. Elég nagy keresztmetszete van ennek a hajónak, 11 méter 45 centi széles. Ez annyit jelent, hogy ha csak leveszi az erőt, tehát visszakapja a gázt, közutas hasonlatot mondjak, az abban a pillanatban a víz elkezdi visszafelé tolni. Tehát nagyon gyorsan meg tud állni. Ha még ráadásul hátra veret a gépekkel, akkor még gyorsabban. A hajózási szakértő hozzátette. A hajózási szabályzat kötelező gondosságról szóló cikkeit mindenkinek be kell tartania, aki vízre száll. Ez alapján a sebességet és minden műveletet úgy kell megválasztani, hogy azzal emberélet vagy a többi hajó ne kerüljön veszélybe. Horváth Imre hangsúlyozta, ha valaki ezt nem tartja be, az már alapesetben hibázott. Tegnap késő délután újabb holttestet találtak a Dunában, messze délen a folyó Tolna megyei szakaszán. A koreai férfi a katasztrófa 25. áldozata. Az is biztossá vált, hogy a hablány roncsában már nincsenek holttestek. A rendőrök, valamint a kirendelt szakértők 26 órán keresztül vizsgálták a roncsot, több köbméter iszapot, veszélyes anyagot, homokot és gázolajat távolítottak el a hajóból. Három utast még mindig keresnek. Helikopterrel, az összes bevethető hajóval és parti egységekkel keresi a rendőrség a hableány eltűnt utasait a Duna teljes déli szakaszán.
Tegnap egy újabb holttestet találtak meg a folyóban Tolna megyében Madocsa magasságában. Az orvos szakértők megállapították, hogy a férfi is a szerencsétlenül járt hajóutasa volt. Így még három ember után kutatnak. Az is kiderült, hogy a kiemelt hajóroncs aljában, a vastag iszapban biztosan nincs holttest. A budapesti rendőrfőkapitányság befejezte a május 29-én elsüllyedt hableány szemléjét. A rendőrség 23 munkatársa 26 órán át vizsgálta a kedden kiemelt hajóroncsot a csepeli szabad kikötőben. A szemlén a bűnügyi technika, a közlekedés rendészet, a dunai vízi rendészet szakértői, valamint bűnügyi nyomozók vettek részt. A szemle során kollégáim anyagmaradványokat rögzítettek, fénykép és videófelvételeket készítettek, illetőleg lefoglalták a hableány kommunikációs és adatrögzítő eszközeit. A rendőrség hosszadalmas vizsgálatra számít. Becsléseik szerint egy, de akár két hónap is eltelhet, mire elkészülnek a szakértői jelentések. Levélben köszönte meg Áder János a munkát mindenkinek, aki részt vett a hableány balesete utáni mentőakcióban. Az államfő azt írta, a résztvevők szinte a lehetetlennel dacolva, különösen nehéz körülmények között dolgoztak, sokszor a saját életüket is kockáztatták. Hozzátette az államfő, hogy tiszteletet érdemelnek a szakemberek a felkészültségért, az együttműködésért, és nem utolsó sorban a hősiességért. Áder János egész Magyarország nevében megköszönte, hogy a mentés résztvevői lehetővé tették a gyászolóknak, hogy végső búcsút vehessenek szeretteiktől. Megemlékezést tartott a Margit hídon az UTE tékvándó szakosztálya, a koreai harcművészet magyar gyakorlói egy bemutatóval emlékeztek a hajóbaleset áldozataira, és fejezték ki tiszteletüket a mentésben résztvevők előtt. Az esemény végén 28 szál virágot dobtak a Dunába, amely a tragédia 28 áldozatát jelképezte. Fokozódik a hőség, délután már mindenhol az országban melegebb volt, 30 foknál, helyenként 35-nél is. A Fejér megyei Adonyban egészen pontosan 35,9 fokot mértek árnyékban, ez a mai napi csúcs. Budapesten közben 35,3 fok volt a maximum, ezzel megdőlt az évszázados melegrekord a fővárosban. A hajléktalan ellátásban életbe lépett a vörös kód figyelmeztetés, és megnyílt csaknem 2000 olyan klimatizált helyiség, ahova bárki bemehet, ha már nagyon nem bírja. A tűző napon védőfelszerelésben nyírják a füvet a városgondnokság munkatársai Székesfehérváron. A tikasztó hőség ellenére is dolgozniuk kell, ilyenkor azonban több a pihenőidő, és folyamatosan biztosítanak számukra hideg ásványvizet is. A különböző szervezetek rendkívüli intézkedéseket vezettek be az extrém hőség miatt. A Vöröskereszt Sopronban utcai járőrszolgálatot állított fel, hideg vizet osztanak a hajléktalanoknak, és megkérik őket, hogy menjenek be a szállóba. Óra, akár csak pár órára is. Adományokat adnak, meg mindent. Na és az nagyon, nagyon jó, nagy segítség. A kánikula miatt naponta átlagosan 10 embert kell pluszban ellátni, de felkészültek rá, több helyiséget is megnyitottak. Lehetőségük van zuhanyozásra, vízvételi lehetőség van. Az éjjeli menedékhelyen 23 főt tudunk fogadni. Vöröskereszt diszpécser, tessék. A szokásosnál több bejelentés érkezik bajba jutott emberekről a diszpécser szolgálatokhoz. A nap 24 órájában lehet hívni a Vöröskereszt honlapján található regionális központokat. Várjuk természetesen a lakosság bejelentését, különösen azokról a hajléktalan emberekről, akik látható, hogy nem húzódnak be az árnyékba, esetleg azokról, akik ittasak, mert ugye az alkoholfogyasztás ebben az időszakban az különösen nagy veszélyt jelent, mivel ez még elősegíti a kiszáradást. Szerdán életbe lépett a vörös kód figyelmeztetés. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára azt mondta, az életvédelme a legfontosabb. Ha valaki hajlék nélküli, és egy intézménynél, egy szociális intézménynél jelentkezik, akkor kötelesek neki szállást adni, akkor kötelesek befogadni függetlenül attól egyébként, hogy ez nem tartozik a mindennapi protokoll részéhez. Ez azt szolgálja, hogy ilyenkor első az életvédelme, amikor 27 fok fölött van átlagosan a napi középhőmérséklet, mindig ezt meg kell tenni. Az extrém időjárás miatt megnyílt csaknem 2000 klimatizált hely is az országban, ahova bárki bemehet, ha nem bírja a meleget. Ezek listája a katasztrófavédelem honlapján található meg.
A hőségriasztás végéig ingyen ásványvizet biztosít utasainak a MÁV, a nagyobb budapesti pályaudvarokon és a nagyobb vidéki állomásokon bárki vihet az ingyenes frissítőből. A vasúttársaság azt szeretné ezzel biztosítani, hogy mindenki elegendő mennyiségű ivóvízzel induljon útnak. És itt van Szilágyi Eszter, én részben már lelőttem az előbb a poént, tehát már a hőhullám második napján túl vagyunk az első csúcs döntésen. Így van. Szervusz, és köszöntöm a Híradó nézőit. Már mai nap folyamán országos rekord nem dőlt, de a fővárosi melegrekord megdőlt. A korábbi fővárosi rekordot a Pest-Szentlőrinci állomáson rögzítette az Országos Meteorológiai Szolgálat 19 évvel ezelőtt. Ekkor azon a napon 35 fokig kúszott a hőmérő higanyszála. A mai nap folyamán azonban az újpesti mérőállomáson 35,3 fokot rögzítettek. És nem csak Budapesten volt ennyire meleg. Országszerte általában 30 és 35 fok között alakult a csúcsértékek. Kisebb enyhülést a hegyvidéki területeken tapasztalhattunk. A legalacsonyabb maximum értéket ma Kékestetőn regisztráltuk. A napi csúcsérték pedig Adonyhoz fűződik, ahol a legmelegebb órákban 35,9 fok volt, de a mai napra vonatkozó rekordértéktől ez egészen pontosan 1 fokkal elmaradt. Nagyon szépen köszönjük, részletek majd még a Híradó végén. A hétvégén egyébként várhatóan az évszázados meleg rekordok is megdőlnek majd az országban. Többen, főleg idősek azt mondták az M1-nek, hogy inkább ki sem jönnek a hűvös lakásból, már ha vannak még egyáltalán hűvös lakások. Gyors segítséget a klímaszerelőktől sem lehet várni, hiszen 6-8 hét múlva tudnak csak munkát vállalni, egészen augusztusig tele van a naptár. Locsolták az utakat Kecskeméten, hogy ne olvadjon meg az aszfalt. Már délelőtt elviselhetetlen volt a hőség, és nem csak itt, az egész országban. Győrben 10 órakor 31 fokot mutatott a hőmérő. A járókelők fagyival és vízpermettel hűtötték magukat. Ez a zalaegerszegi nő pedig lehúzta a redőnyöket és bekapcsolta a ventilátort. Ki sem mozdult otthonából, mert annyira rosszul viseli a meleget. Rékondi nincs. Vizes ruhát lakok a csuklomra, homlokomra, aztán így kibírom. Nyomást azt ellenőrizzük. A hőhullám miatt sok a dolga a klímaszerelőknek, folyamatosan hívják őket, de már alig tudnak szabad időpontot adni. A hirtelen bejött meleg megnövelte a telepítések számát, jelen pillanatban ilyen 6-8 hetes várakozási idővel kell számolni. Nyíregyházán ezt az éttermet mobil klímával és vízporlasztóval szerelték fel, és olyan ételeket, italokat kínálnak a vendégeknek, amik jól esnek a kánikulában. Szempont az, hogy milyen a kaja, milyen az étel, a második pedig az, hogy mennyire érzem jól magam itt a teraszon. Ebben a nagy melegben elkerülhetetlen, hogy valamilyen hűsítés legyen, ezért jó ez a ventilátor, főleg ezzel a párával. Aki csak tehette, csütörtökön is vízpartra menekült a hőség elől. Kaposváron már nyitás után tele volt a strand. 30-35 fok minimum van, most itt vagyunk az árnyékban, aztán meglátjuk, hogy meddig maradunk. A hajdúszoboszlói fürdőben a gyerekek sapkában és pólóban pancsoltak, szüleik így próbálták védeni őket a naptól. Az UV-sugárzás most nagyon magas, úgyhogy emiatt vigyázunk, most póló van rajta, azért a délelőtt folyamán, délután, amikor már kicsit lejjebb megy, akkor már póló nélkül, de védjük. Az úszómesterek folyamatosan figyelték a vendégeket. Azt kérik az emberektől, hogy vegyék komolyan az előírásokat. 11-től 15 óráig nagyon kemény UV-sugárzás van, és ugye az a bőrt nagyon roncsolja. Tehát ezért nagyon szeretnénk, hogyha minél több ember úgy menne el haza innen, hogy annyira ne égne fel, hogy legközelebb ne kelljen neki idejönni. És a legfontosabb még talán a vízbe menetel előtt a tusolás, hogy minden jobban tusoltassák le magukat, mert csak úgy beszaladni, beugrani a vízbe, az nem ajánlatos. Idén először rendeltek el hőségriasztást, ami várhatóan vasárnapig marad érvényben. Teljesen kiégett egy 600 négyzetméteres bútorgyár Nyíregyházán. Az épületben szivacsok és más gyúlékony anyagból készült termékek lángoltak, egy jármű is kigyulladt. Oltás közben a csarnok teteje beszakadt. 4 településről riasztottak tűzoltókat azért, hogy megfékezzék a lángokat. A hatalmas füst miatt egy embert füstmérgezés gyanújával vittek kórházba, 3 dolgozót pedig a helyszínen láttak el a mentők, ők könnyebben sérültek meg.
A forróság és a száraz idő miatt holnaptól újra életbe lép a tűzgyújtási tilalom 5 megyében, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére rendeltek el tilalmat a külterületi erdőkben, valamint azok 200 méteres körzetében. Úgy tűnik, hogy a számítógép sem bírja itt a meleget, a térkép az nem volt hibátlan, amit láttak, illetve nem láttak. Nézzük, hogy Bakos Norbert hogy bírja a meleget. Esztergomba kapcsolunk. Norbert egész nap egy locsoló autóval járta a várost, most pedig a strandon keres felüdülést. Keresek én felüdülést. Ha nagyon jó, itt bent egy kis gömböcskébe vagyok, ami arra szolgál tulajdonképpen, hogy szórakozzunk is egyben. Hát az, hogy lehűtse minket, azt nem biztos, hogy mondom, hogy egy pár perce várok itt az élő bejelentkezésre, és azért problémás egy kicsit ez a dolog, és hogyha egy kicsit megmozdul az ember, akkor már is elesett. Egyébként napközben Esztergomban is nagyon sokat locsolták az utat, és természetesen egyre többen vannak, hát akkor így mondom, egyre többen vannak a strandokon is, akire kedve támad, majd kipróbálni ilyen dolgokat, nem csak itt természetesen országban, köszönöm szépen a segítséget, máshol is lehet, úgyhogy a hétvégén teltházra számítanak itt is, és gondolom ország szerte minden strandon is, aki teheti, menjen és érezze jól magát, búcsúzásképpen megpróbálok fölállni, inkább nem. Nagyon szépen köszönjük, Norbert, hogyha partra tudsz vergődni, akkor 9-kor még kapcsolnánk. Jó. Európa több országában heves zivatarok, viharok pusztítottak. Olaszország északi részén a híres Komói tónál például olyan felhőszakadás volt, amihez foghatót még nem láttak az ott élők. A villámárvíz utakat, kikötőket, házakat mosott el. Berlinben közben a tömegközlekedés is leállt átmenetileg. Olyan heves eső volt tegnap. Megállíthatatlanul hömpölygött a víz az észak-olaszországi Dervióban, a Komói tó partján. A hatalmas vihar és a heves eső szerdán csapott le a térségre. A rövid idő alatt lehulló, nagy mennyiségű csapadék miatt a Várrone folyó kilépett a medréből, elárasztva a város utcáit. Mindent elsodort a víz, ami csak az útjába került. Az amatőr felvételeken látszik, ahogy egy autót is magával ragadott. Az ítéletidő több helyen földcsuszamlást okozott, mintegy 600 embernek kellett ideiglenesen elhagynia az otthonát. Reggel 9-kor ébredtem, akkor már folyó volt az utca helyén, mondta egy helybéli. Soha nem láttam még ilyet. Nagy eső volt, a károk is hatalmasak, tette hozzá egy másik. A hatóságok a környék több hídját is veszélyesnek ítélték, és órákra lezárták a jármű és a személyforgalom elől. Több út a rázuduló kövek miatt várt járhatatlanná, ezeket markolókkal próbálták megtisztítani. Szakadt az eső a német fővárosban, mintha dízsából öntötték volna. Viharok söpörtek végig szerdán Németország keleti részén is. A leghevesebben Berlinben és a környező Brandenburg régióban tombolt az ítéletidő. Több mint 20 ember megsérült. Egy 11 fős csoport akkor, amikor a szabadban rájuk dőlt egy fa. Berlinben 2 órára a teljes tömegközlekedés leállt az zuhogó eső miatt a szokásos esti csúcs idején. Több vonat még csütörtökön is csak késéssel indult útnak. Valamivel északabbra, Skandináviában nem ilyen szélsőséges az időjárás, de ott az Európát sújtó hőhullámnak sincs nyoma. A svédországi Malmöben sokan még most is pulóverekben és kabátban sétálnak, mert a levegő hőmérséklete csak délutánra érte el a 20 fokot, Norvégiában és Finnországban pedig inkább 15 fok körüli értékeket mutattak a hőmérők. Indiában viszont rendkívüli hőség tombol. A napokban több nagyvárosban is 48 fokot mértek, ami még ott is szokatlan forróság. Áldozatai is vannak a hőségnek. Egy vonaton az ország északi részén 4 haltak meg utazás közben. A halálokát a boncjelentés átvétele után tudjuk pontosan megmondani, de az áldozatok időskorát és a nagy meleget figyelembe véve úgy tűnik természetes halállal haltak meg, mondta a vasúttársaság szóvivője. Az indiai meteorológiai szolgálat az ország több részére is riasztást adott ki.
V4-es csúcs találkozót tartottak Budapesten. Orbán Viktor a Karmelita kolostorban fogadta a lengyel, a cseh, illetve a szlovák miniszterelnököt. Az egyik fő téma az volt, hogy a visegrádi országok kiket támogassanak majd a jövő heti uniós csúcson, amikor Európa új vezetőiről döntenek. Neveket egyelőre nem árultak el, de megállapodott a négy kormányfő abban, hogy közös álláspontot képviselnek majd, és csak olyan jelöltek jöhetnek szóba, akik tisztelik a közép-európai népeket. A Karmelita kolostorban fogadta Orbán Viktor a Magyarországra érkező V4-ek kormányfőit, Andrej Babis cseh, Peter Pellegrini szlovák, valamint Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnököt. A miniszterelnökség tájékoztatása szerint a kormányfők aktuális uniós ügyekről egyeztettek. Az európai parlamenti választás után nem csak a parlamenti képviselők egy része cserélődik ki. A következő hetek feladata lesz az is, hogy új vezetőket válasszanak a legfontosabb uniós tisztségek élére. Cseh lap információk szerint a budapesti találkozó célja az, hogy a V4-ek vezetői úgy érkezzenek a jövő heti brüsszeli csúcs találkozóra, hogy már van egy egyeztetett álláspontjuk arról, kiket szeretnének látni a legfontosabb brüsszeli pozíciókban. A kormány szerint a cél, hogy a V4-ek álláspontja megkerülhetetlenné váljon az Unióban. A V4-ek egy olyan álláspontot alakítottak ki már az elmúlt 3-4 évben, és alakítanak ki a következő hét formális ülésére is, amelyben szeretnék megkerülhetetlenné tenni a V4-ek álláspontját, illetve megköveteli a V4-ek magának azt a tiszteletet, hogy nélküle ne lehessen alapvető döntéseket hozni az Európai Unióban. Kovács Zoltán beszélt arról a javaslatcsomagról is, amelyet a kormány tesz le az Európai Tanács elé, amelynek hamarosan el kell fogadnia az Unió 5 évre szóló stratégiai menetrendjét. Mint mondta, a javaslatokat úgy állították össze, hogy az tükrözze a magyar választópolgárok akaratát, akik kötött mandátumot adtak a kormánynak. Ez a mandátum, ez kötelezi Magyarország kormányát az illegális migráció megállítására, a nemzeti szuverenitás, illetve a keresztény kultúra védelmére. Ennek megfelelően a választóktól kapott felhatalmazásnak és kötött mandátumnak megfelelően több javaslatot is megfogalmaztunk ehhez a stratégiai menetrendnek. Kovács Zoltán megerősítette, Orbán Viktor miniszterelnök ezen elvek mentén fogja képviselni a magyarok érdekét az Európai Tanácsban. Felmentést, illetve enyhítést kértek az úgynevezett halálkamion per fővádlottainak ügyvédeik. 2015. augusztusában 71 ember halt meg, amikor a főként bolgár bűnözőkből álló banda egy zárt hűtőkamionban nyugatra akarta csempészni a bevándorlókat a szerb-magyar határtól. A vádlottak többnyire azzal védekeznek, hogy nem akarták, hogy meghaljon a 71 ember, vagyis tagadják az emberölést. A jogerős ítélet egy hét múlva jövő csütörtökön születhet meg. Magyar, német, spanyol és francia összefogással több százezer embernek segítettek az elmúlt 3 évben Irakban és Szíriában. Erre hívták fel a figyelmet a Kudra nevet viselő program kapcsán Budapesten. Magyar részről az Ökumenikus Segélyszervezet vett részt ebben az akcióban. Azt mondják, hogy a hosszabb távú segítség volt a cél, például, hogy munkahelyeket hozzanak létre, és ezzel is csökkentsék az elvándorlást. Egy iraki faluban készítette ezeket a felvételeket az Ökumenikus Segélyszervezet. A környéken 30 család él, szinte mindenki gazdálkodással és állattartással foglalkozik. Eddig nyáron a falun kívülről tudtak csak vizet hozni. A Kudra program segítségével azonban az Ökumenikus Segélyszervezet gátat épít, és egy mesterséges tavat hoznak létre számukra. A helyiek szerint ez nem csak az életminőségükön javít, hanem arra is ösztönzi a fiatalokat, hogy visszatérjenek a faluba. A szíriai háború miatt 2014 óta több mint 13,5 millió ember kényszerült elhagyni otthonát. Jelenleg mintegy 17 millióan szorulnak humanitárius segítségre. Hosszú távú fejlesztéssel őket támogatja a Kudra program. Szíriával szomszédos 4 országban, Irakban, Libanonban, Jordániában és Törökországban. A cél az, hogy a háború elől menekülő családok visszatérhessenek otthonaikba, újra kezdhessék az életüket és helyben tudjanak boldogulni. A program magyar, német, francia és spanyol összefogással valósul meg. Eddigi eredményeikről csütörtökön Budapesten tanácskoztak az országok képviselői. A németek illetékese arról beszélt, a segélyprogram azért fontos, mert az oktatásra, a képzésre, a munkahelyteremtésre és a társadalmi összefogásra összpontosít. Lehe László, az Ökumenikus Segélyszervezet elnökigazgatója pedig azt hangsúlyozta, hogy az elmúlt 3 évben már több százezer embernek segítettek. Jó volt a mai napon látni azt, hogy milyen óriási lépéseket sikerült megtenni.
hiszen ez a program nem a humanitárius, azonnali gyors segítségre koncentrált, hanem olyan utakat keresett, amelynek nyomán munkához és megélhetéshez jutnak az emberek. Azért a munkáért. A külgazdasági és külügyminiszter arról beszélt, a világ nagy része csak azt tudja Magyarország migrációs politikájáról, hogy ragaszkodunk annak eldöntéséhez, hogy kit engedünk be a területünkre, kivel akarunk együtt élni, és hogy megvédjük a határainkat. Ennek a migrációs politikának az az alapelve, hogy a segítséget kell odavinni, ahol a baj van, és nem a bajt kell odavinni, ahol még nincsen baj. És ennek jegyében szeretném leszögezni azt is, hogy mi azt tartjuk alapvető emberi jognak, hogy valaki, pontosabban mindenki, a saját hazájában élhessen békében és biztonságban. Ezt kell biztosítani. Szijjártó Péter leszögezte, Magyarország nem csak beszél mindenről, hanem cselekszik is. Emlékeztetett rá, hogy a kormány elindította például a Hungary Helps programot is, amivel eddig 8 milliárd forintból 35 ezer embernek segítettek. Magasrangú kambodzsai delegáció érkezett Budapestre. Az ázsiai ország miniszterelnökét Orbán Viktor fogadta a Karmelita Kolostorban. A megbeszélésen elhangzott, hogy számos kérdésben egyetértés van Kambodzsa és Magyarország között, a kétoldalú együttműködésben pedig további lehetőségek rejlenek, elsősorban a gazdaság, a fejlesztések és az oktatás területén. Orbán Viktor hangsúlyozta, Magyarország támogatja az Európai Unió és Kambodzsa kereskedelmi kapcsolatainak szorosabbra fűzését. A kambodzsai külügyminiszterrel külön is tárgyalt Szijjártó Péter, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy Kambodzsában jelentős fejlesztési programok indultak, amelyek a magyar cégeknek is nagy lehetőségeket kínálhatnak. Aláírtuk a gazdasági együttműködési megállapodást a kereskedelmi miniszter úrral, amelynek eredményeként létrejön a gazdasági vegyes bizottság a két ország között. Aláírtuk a fejlesztési együttműködési megállapodást, amely pedig keretet ad a magyar vállalatok bevonásának a 100 modellfalu program lebonyolításába Kambodzsában. Megnyitottunk egy 46 millió dolláros hitelkeretet az Exim Banknál, amelyből a magyar vállalatok kambodzsai tevékenységét tudjuk finanszírozni. Újabb meglepő fejlemény történt az egy héttel ezelőtti úzvölgyi temetődúlás ügyében Romániában. 3000 lejes, tehát átszámítva nagyjából 200 ezer forintos büntetést kapott a katonatemetőt védő magyar civilekből álló élőlánc egyik szervezője. Nyilvánosságra hozta a román rendőrségi dokumentumot a férfi, ami gyakorlatilag olvashatatlan, így nem egyértelmű, hogy mi az indok. Vélhetően az, hogy a szervezők nem jelentették be időben az élőláncot. Eközben azonban úgy tűnik, hogy az élőlánc tagjaira támadó és a temetőt megrongáló román szélsőségesek megúszszák büntetés nélkül. Egy 3000 lejes, vagyis nagyjából 200 ezer forintos bírság szerepel ezen a kaotikusan kitöltött román hatósági iraton. A büntetést Grőman Róbert, Kovászna megye tanácsának alelnöke kapta a Hargita megyei csendőrfelügyelőségtől az úzvölgyi magyarok tiltakozása miatt. Grüman Robert szerint a dokumentumból nem egyértelmű, hogy a román hatóság miért a magyaroknál talált szabálytalanságot. Azt megértettem, hogy azért kapom én ezt a büntetést, mert ez a rendezvény nem volt 48 órával az esemény előtt bejelentve a hatóságoknál. Az viszont már nem derül ki, hogy konkrétan miért, mit követtem el, hogy esetleg azért a bűnöm, hogy egy imát mondtam el, vagy az élőláncot alkottam. Nyilván fellebbezni fogok ez a büntetés ellen. Emiatt az élőlánc és közös imádság miatt járt elvileg büntetés a román hatóságok szerint. A székely önkormányzatok képviselői és a magyar közösség tagjai egy hete azért vonultak az úzvölgyi sírkerthez, hogy megakadályozzák a Dormán-falvi önkormányzat által törvénytelenül kialakított román parcella felavatását. Románok egy csoportja végül erőszakkal tört be a sírkertbe. A székelykaput ripityára törték, és a magyarok közül többeket zászlórudakkal ütöttek.
Végül a román nemzeti lobogó kitűzésével jelezték, hogy elfoglalták a temetőt, amit a kivonuló csendőrök tétlenül néztek. Az RMDS szerint a román kormánynak vissza kell állítani a temető eredeti állapotát. Keresem megoldást az eredeti állapot visszaállításához, keresem megoldást arra, hogy ezt a temetőt a következő évtizedekre a hősökhöz méltóan úgy lehessen kialakítani, hogy ne legyen forrása ez a következő években, évtizedekben interetnikus konfliktusnak. Erre egyelőre kevés az esély. A bukaresti Védelmi Minisztérium alá tartozó Hősök Emléke országos hivatal ugyanis most a korábbi állásfoglalásokkal ellentétben megállapította, hogy a temetőben 11 román katona is nyugszik. A történtekről a román külügyminisztérium pedig azt közölte, a résztvevők sem egymással, sem a rendfenntartókkal szemben nem folyamodtak erőszakhoz. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön hangsúlyozta, Romániának nem a békés emlékezőket, hanem az erőszakos, magyar ellenes akció valódi felelőseit kell megbüntetnie. Mindenki látta, hogy békés magyar emberek váltak erőszak áldozataivá. Mindenki látta, hogy felhetszelt tömeg milyen vandál tevékenységet folytatott a temetőben. Mindenki láthatta, ahogyan károkat okoztak, ahogyan romboltak és ahogyan rátámadtak a békés magyar emberekre. Hozzátette, a magyar kormány az Uszvölgyi katonai temetőben történtek tisztességes kivizsgálását várja Romániától. Napról napra rekordokat dönt a hónap eleje óta elérhető újfajta lakossági állampapír. Az eredetileg meghirdetett 100 milliárd forintos keretnek már több mint az ötszörösét elvitték. Vannak, akik az elmúlt években félretett, összespórolt pénzükből vásárolnak állampapírt, mások pedig ebbe fektetik a lakás eladásból származó összeget. Tényleg ilyen jó a hozama? Igen, most ez a legmagasabb. Az egyszerűen csak szuperkötvénynek nevezett Magyar Állampapír Pluszt vásárolt csütörtökön ez a hölgy a Magyar Államkincstár egyik budapesti ügyfélszolgálatán. Csak itt naponta 200-an vettek eddig az új állampapírból, amelyet június óta lehet jegyezni. De országosan is óriási az érdeklődés iránta. Ezt a pénzügyminiszter is megerősítette a parlamentben. Az első héten a forgalmazása rekordot döntött. 529 milliárd forintért vásároltak a magyar háztartások, a magyar lakosság ilyen típusú állampapírt. Ez minden korábbinál magasabb összeg, ilyen mennyiség egyetlen hét alatt még nem fogyott más lakossági állampapírból. Varga Mihály elmondta, az új értékpapír nem csak a magyar emberek számára előnyös, hanem Magyarország stabilitását is erősíti. Kevésbé függ ugyanis így a külföldi befektetőktől. A kormány azt a célt tűzte ki, hogy 2023-ra 11 ezer milliárd forintra növeli a lakossági állampapírállományt, amely most az új állampapírnak köszönhetően már 8 ezer milliárd fölé kúszott. Egyedülállóan magas kamatot lehet Magyarországon most ezzel elérni. 5 év alatt összességében 27,35%-os hozamot biztosít. Leginkább emiatt vonzó ez a megtakarítási lehetőség, amely ugyanakkor az egyik legbiztonságosabb adómentes befektetés. A Híradónak nyilatkozó elemző szerint ráadásul rugalmas is. Hiszen az 5 éves futamidő lejárta előtt is, bármikor ki lehet szállni a befektetésből, méghozzá az abban a pillanatban érvényes kamatokkal. A szuperkötvény iránt várhatóan a jövőben is nagy lesz az érdeklődés, annál is inkább, mert erre a szakértő szerint lesz is pénze az embereknek. Most a készpénzállomány közel 5000 milliárd forint összegben van készpénz, vélhetően ebből a készpénzállományból is vesznek ilyenfajta állampapírt. Másrészt nagyon pörög az ingatlan piac, nagyon sok ingatlan kerül értékesítésre, és akár ennek az értékét is befektetik ebbe a megtakarításba. Főleg a kisvárosokban fordul elő, hogy a befektetési célú ingatlanokat értékesítik, a bevételt pedig az új állampapírba tervezik fektetni. A Híradó úgy tudja, sokan más megtakarításaikat bontják fel és rakják át a szuperpapírba. Már csak 2 hét, egészen pontosan 9 munkanap maradt arra, hogy mindenki, akinek lakossági vagy céges bankszámlája van, egyeztesse az adatait a fiókokban. Egy uniós szigorítás miatt van mindenre szükség, hivatalosan a pénzmosás elleni küzdelem jegyében, a végső határidő pedig június 26-a. A Fidesz felszólította a bankszövetséget, hogy tájékoztassák az ügyfeleket, mert rengetegen nem is tudnak az egészről semmit. Nem tudnak készpénzt felvenni, bankkártyával fizetni, és utalást sem tudnak majd indítani azok, akik június 26-áig nem egyeztetik személyes adataikat a bankjukkal.
Az azonosítást egy Európai Uniós jogszabály írja elő, amely 2017. júniusában lépett hatályba. Az úgynevezett pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni törvény lényege a számla tulajdonosok teljes körű átvilágítása. Ez azt jelenti, hogy a pénzintézetek a jövőben a név, a lakcím és az okmányszámok alapján pontosan be tudják azonosítani, kié a számla. A hamarosan lejáró határidőre azoknak a magánszemélyeknek és cégeknek kell figyelniük, akik 2 évnél régebben nyitottak számlát. Az egyeztetés akkor is kötelező, ha név és a levelezési cím nem változott. További feltétel, hogy a pénzintézetek megkapják a hivatalos okmányok másolatát is. Nagyon sok magánszemély, illetve jó néhány cég vezetője sem tudja. Magyarországon jelenleg több mint 10 millió bankszámlát vezetnek. A Fidesz szerint azonban sokan nem is tudnak a kötelezettségről. Bánki Erik szerint sem a bankok, sem a bankszövetség nem tájékoztatta megfelelően az ügyfeleket, pedig a jogszabály 2 évet adott rá. Felszólítjuk őket, hogy a hátralévő közel 2 hétben tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a lehető legtöbb magánszemély és cégvezető el tudja végezni ezt a feladatot, tisztában legyen azzal, hogy a jogszabály által milyen kötelezettségek hárulnak rá. A Magyar Nemzeti Bank egyik vezetője az M1-nek azt mondta, aki kifut a határidőből, annak nem zárolják a bankszámláját, a jogosultságát viszont korlátozzák. Ez azt jelenti, hogy például a nyugdíja vagy a fizetése megérkezik, de nem fog hozzájutni a pénzéhez, amíg nem azonosítja magát a bankjánál. Aki külföldre megy az elkövetkezendő napokban, hetekben mindenféleképpen győződjön meg arról, hogy az azonosítás az ő esetében megtörtént-e, mert az rendkívül kellemetlen lehet, hogyha külföldön veszi azt észre, hogy például nem tud kártyával fizetni, vagy ATM-ből nem tud készpénzt felvenni. Egyeztetésre nem csak személyesen van lehetőség, postai úton és e-mailben is elküldhetők a szükséges adatok és az okmányok másolatai. Néhány pénzintézet pedig netbankon, illetve videón keresztül is elfogadja az azonosítást. A megyei jogú városok polgármesterei kulcsfontosságú partnerei maradnak a kormánynak a következő években is. Erről beszélt a miniszterelnökséget vezető miniszter Nyíregyházán a Megyei Jogú Városok Szövetségének közgyűlésén. Gulyás Gergely hozzátette, fontos feladat, hogy a Modern Városok program segítségével mindenhova eljussanak a fejlesztési források a következő uniós ciklusban is. A miniszter úgy fogalmazott, jó vezetőkre is szükség van ahhoz, hogy a jövőben is jó eredményeket érjenek el a nagyvárosok. Az önkormányzati szféra Magyarországon él, virágzik, létezik, önmagát képes jól megszervezni, és ezért is kiemelt fontosságú az, hogy az önkormányzati választásokon 2019. októberében, idén októberében olyan városvezetőket választanak a helyi polgárok, akik az ő igényeiknek megfelelnek, és akik az ő ügyeiket olyan eredményesen képviselik, mint ahogyan azt itt Nyíregyházán, vagy akár Kaposváron is láthatjuk. Az MSZP szerint a média törvény módosítására benyújtott új kormányzati javaslat tovább korlátozza a sajtószabadságot, és azt célozza, hogy depolitizálja a társadalmat, illetve ellehetetlenítse az emberek hozzáférését a valódi hírekhez. Kunhalmi Ágnes egyebek mellett a kötelező hírszolgáltatással, valamint a frekvencia jogosultsági időkkel kapcsolatos változtatási javaslatokat bírálta. A lakosság jelentős részéhez nem jutnak el a kritikus információk és a ma benyújtott módosító javaslatok, és azt szolgálják, hogy a lakossághoz ne jussanak el a valódi hírek. A Kormányzati Tájékoztatási Központ szintén a médiatörvénnyel kapcsolatban azt közölte, hogy a jogszabály szerzői jogi részében olyan módosításokat javasolnak, amelyek alapján megmarad az ismétlések utáni jogdíj. Hozzátették, hogy a kormány az elmúlt napokban több neves előadó művésszel konzultált, és az ő véleményük figyelembe vételével módosítják a törvényjavaslatot. Folytatódott az eljárás Ceglédi Csaba ellen, miután nem szerzett mandátumot az európai parlamenti választáson, így megszűnt a mentelmi joga. A DK-s képviselőjelöltet egy több milliárd forintos költségvetési csalási ügyben vádolták meg még februárban. A vádirat szerint Ceglédi Csaba és társai több mint 6 milliárd forintos kárt okoztak az állami költségvetésnek. A szegedi törvényszéken előkészítő ülésekkel június 24-én kezdődik a tervek szerint az ügy tárgyalása. Dr. Ceglédi Csaba képviselőjelöltként szerzett mentelmi joga megszűnt. A büntetési törvény rendelkezései szerint így ezen akadály elhárult az eljárás folytatásától. Mindezekre tekintettel a főügyészség a mai napon indítványt tett a szegedi törvényszék felé, hogy folytassa Dr. Ceglédi Csabával szemben a büntető eljárást.
az MSZP, tehát a Karácsony Gergelyt támogató párt is tárgyalt volna a főváros 14. kerületében működő parkolási rendszerről. A polgármester azonban elhárította az érdeklődést azzal, hogy az ügyben még zajlanak a vizsgálatok. Karácsony Gergely azt elismerte, hogy az előző zuglói jegyző egyebek mellett a parkolási ügy miatt küldték el, ment el. A kerületben ellenzékben lévő Fidesz szerint egyre nagyobb a káosz Zuglóban. A mai napi munkánkat rendkívüli üléssel kezdjük. A rendkívüli testületi ülést a polgármester támogató MSZP frakció kezdeményezte, mert szerették volna tisztázni a parkolási szerződések ügyét. Előrelépés azonban most sem történt. Karácsony Gergely azzal érvelt, hogy a tárgyalások még folyamatban vannak, ezért levette a parkolással kapcsolatos napirendi pontokat. Tárgyalunk még a cégekkel. Jobb helyzetet szeretnénk kialakítani az önkormányzat számára, mint a lehető legjobbat. A polgármester a múlt héten még azt nyilatkozta, hogy a kifogásolt parkolási szerződések már érvényüket vesztették. Mikor bontják fel a parkolási szerződéseket? Már lejártak. Ezek a szerződések jegyző úr észrevételének megfelelően érvényesek. A mostani testületi ülésen azonban épp arra hivatkozott, hogy ezek még hatályban vannak, és zajlik az egyeztetés a szolgáltató céggel. Bár Karácsony Gergely ezúttal sem akart megállni az újságíróknak, az ülés után annyit elmondott, hogy az előző jegyző, Makranci László, többek között a parkolási ügy miatt távozott Zuglóból. Bizalomvesztés volt az ok. És van köze a parkolási botrányhoz? Természetesen, többek között ahhoz is van köze, igen. Évelején derült ki, hogy ráfizetéses a parkolási rendszer a 14. kerületben, mert az önkormányzat egy drága ajánlatot fogadott el a parkolóórák üzemeltetésére. A szerződések felmondása mellett a képviselőtestület már arról is döntött, hogy júniustól ingyen parkolhatnak a kerületben élők. Ez idáig azonban ez sem valósult meg. Durcás kisgyerekként paplan alá bújik a problémák előtt. Zugló fideszes képviselője a testületi ülés után azt mondta, hogy egyre nagyobb a káosz a parkolási ügyben. Karácsony Gergely pedig húzza az időt. Karácsony Gergelynek azzal kéne foglalkozni, hogy a napi 1 milliós veszteséget okozó botrányos parkolási rendszer megszüntetésére tegyen lépéseket. Erre helyette ma az MSZP frakció próbált kísérletet tenni, aztán ez a kísérlet ez elhalt, fogalmazunk így. Kovács Balázs hozzátette, amennyiben Karácsony Gergely nem tudja megoldani a parkolási problémákat, akkor azt javasolják majd, hogy szüntessék meg az egész rendszert, és egy új, alkalmas zuglói vezetés rendezze a kérdést. Újabb internetes bejegyzések kerültek napvilágra, amelyekben a Momentum főpolgármester jelöltje általában durva stílusban sértegeti azokat, akik valamilyen témában másként gondolkoznak, mint ő. Jobboldali fotelhuszárokról, agyhalott országról, illetve például droidokról ír. A Momentum más ellenzéki pártokkal együtt Esztergomban is olyan polgármester jelöltet támogat, aki, hogyha hatalomra kerülne, akkor kiásná a férgeket és megtizedelné a tetveket a városban. Imádom a sok jobboldali fotelhuszárt, akik a berlini merénylet után hisztérikusan migráns simogatóznak, sorosoznak, ballipsiznek. Úgy viselkednek, mintha a világért volna véget, vagy legalábbis a Vörösmarty téren történt volna a merénylet. Ezt írta a Momentum főpolgármester jelöltje saját közösségi oldalára a 2016-os berlini terrortámadás után. A merényletben 12 ember meghalt, 48-an pedig súlyosan megsérültek. Amikor a tunéziai származású Anis Amri a német főváros egyik karácsonyi vásárán kamionnal hajtott a járókelők közé. A férfi 2015-ben kapott befogadott státuszt Németországban. Úgy viselkednek, mintha a világért volna véget. A történteken megrendülő kommentelőkről Kerpel Frónius Gábornak ez volt a véleménye. A politikus szerint német ismerősei sokkal méltóságteljesebbek és nyugodtabbak, mint a magyar hozzászólók, majd jobboldali honfitársaira utalva azt is hozzátette, idézem, provinciális ország, provinciális hőbörgői. A Momentum központi értékei között szerepel a szolidaritás. Az egykori SZDSZ-es Kerpel Frónius Gábor május végén lett a Momentum főpolgármester jelöltje. Programjában a politikus azt ígérte, hogy a polgári értékeket, a szolidaritást és a könyörületességet fogja képviselni. Az ország berendezkedése arra való, hogy az emberek előtt megnyissuk a lehetőségeket, nem arra, hogy olyan helyzetet alakítsunk ki, ahol csak a kapcsolatokon keresztül
keresztül lehet érvényesülni. A másik pedig, hogy egy olyan országot hozzunk létre, amely könyörületes a bajba jutottakkal. Csak hogy nem a berlini merényletről szóló posztja az egyetlen, amelyben Kerpel Frónius Gábor lesújtó vagy degradáló véleményt fogalmaz meg. Mennyi gusztustalan, rasszista ismerősöm van. Egy másik bejegyzésben így írt azokról, akik a tavalyi Horvátország-Franciaország futball VB döntő után a torna igazi győztesének a horvát válogatottat tartották. Mennyire agyhalott ez az ország, nemzetizünk meg migránsozunk, írta, majd odaszúrta azt is, hogy a szerinte rasszista posztok után még jobban örül annak, hogy a franciáknak szurkolt. A tavalyi választások előtt Kerpel Frónius Gábornak a fideszesekről is volt véleménye, akiket egyszerűen csak 3 millió droidként jellemzett. Sok a patkány Magyarországon. Hasonlóan a szocialista Bangóné Borbé Ildikóhoz, aki áprilisban az ATV-ben arról elmélkedett, hogy a Fidesz támogatottsága a patkányok számával áll összefüggésben. Sok a patkány Magyarországon. Ha már a patkány téma felhúzódott itt Budapesten, és nem csak Budapesten. Jó, és ennek nem csak, mi az áthallása? Hát mindenki úgy gondolja, ahogy akarja. A férgeket ki kell ásni, a tetveket meg kell tizedelni, és engedni kell ezt a jobb sorsra érdemes várost paraziták nélkül növekedni. Ezt már az ellenzék közös esztergomi polgármester jelöltje írta egy blogbejegyzésben arról, hogyan képzeli el saját vezetése alatt a város jövőjét. Cserép Jánost független jelöltként Esztergomban az MSZP, a Jobbik, az LMP, a DK, a Párbeszéd, a Momentum és a Mindenki Magyarországa mozgalom is támogatja. Korábban viszont Kerpel Frónius Gáborhoz hasonlóan ő is a Momentumban politizált. Újfajta ötlettel próbálja rávenni a gyerekeket és szüleiket a turisztikai ügynökség, hogy a nyári szünetben minél több hazai nevezetességet keressenek fel. A főszereplő Kaila, egy kíváncsi vizslakölyök, aki legszívesebben mind a 41 célpontot meglátogatná, őt követhetik a gyerekek egész nyáron. Minden alsós diák kap ehhez egy pecsétgyűjtő útlevelet, és le lehet tölteni egy ingyenes telefonos alkalmazást is. Akik a Kaila útlevéllel utaznak, kedvezményeket is kapnak. A világszerte híres Lánchíd gróf Széchenyi István kezdeményezésére épült. A Lánchídat... Nem véletlen, hogy a budapesti Hősök tere a világörökség része lett. A Hősök terét... Juhéj! Végre itt vagyunk! És a fővárosi állatkertet is megismerhetik azok a gyerekek, akik Kailát, a kíváncsi magyar vizslakölyköt követik a vakáció alatt. A Magyar Turisztikai Ügynökség telefonos alkalmazásával ajánlatokat kaphatnak a családok, hogy merre induljanak a nyári szünetben. Ha valamelyik látványosság megtetszik, akkor élőben is felkereshetik, a helyszínen pedig pecsétet is adnak. A pecséteket pedig ezekbe a Kaila útlevelekbe lehet majd gyűjteni, amiket minden általános iskolás még a tanév végéig megkap. A programhoz Magyarország bármely pontjáról csatlakozhatnak turisztikai cégek, és általában valamilyen szolgáltatást is felajánlanak a Kaila útlevéllel érkezőknek. Egy kis pecséttel érkező látogatónak, hol egy limonádét, hol egy gombóc fagyit, hol egy az elfogyasztott ebédhez plusz egy desszertet kínálnak. A kampányhoz csatlakozott a MÁV ZRT is. Azok a gyerekek, akik diákigazolványuk mellé felmutatják a Kaila útlevelüket, egész júliusban ingyenesen utazhatnak vonattal az ország bármely pontjára. Valós élményeket, vonatzakatolást, menetszelet, egyebeket tapasztaljanak, amiket azt gondolom, hogy mi gyerekkorunkban megtapasztaltunk. Kicsit közelebb kerüljenek a vasúthoz, közelebb kerüljenek a magyar vidékhez. A Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgató helyettese azt mondta, jelenleg az ország 41 látnivalója szerepel a programban, de folyamatosan bővítik majd a helyszínek listáját. Nagyon fontos, hogy nem csak arra szeretnénk ösztönözni a diákokat, hogy utazzanak, hanem arra, hogy hasznosan töltsék el az idejüket, és ténylegesen új tudást szerezzenek meg játékosan ennek a programnak a segítségével Magyarország történelmi, kulturális értékeiről, tájairól, nevezetességeiről, várakról is. A Hol vagy Kaila elnevezésű kampány augusztus végéig tart. Az útlevélben nem csak pecséteket lehet gyűjteni, hanem rajzolni, jegyzetelni, emlékeket leírni és képes lapot tervezni is lehet. Az útikönyvet érdemes őszig megtartani, ugyanis a szeptemberi iskolakezdéskor az osztály legszebb útleveleit a Magyar Turisztikai Ügynökség díjakkal jutalmazza majd.
Végül egy megdöbbentő hír. Kocka kővel ütött agyon valaki, egy görög teknőst a fővárosi állatkertben. Az állat hasán és a hátán is újnyi vastagságban megrepett a páncél, a belső szervei is megsérültek, ezért el kellett altatni. A támadást felvette egy térfigyelőkamera, a rendőrség keresi a tettest. Békésen fogyasztották az uzsonnájukat délután a görög teknősök a fővárosi állatkertben. Nem messze attól a helytől, ahol egy társukat szerdán egy látogató kockakővel agyonütötte. Az esetet rögzítette a közelben lévő térfigyelő kamera. A felvételeken az elkövető és a vele együtt lévő személy is jól látható. Behajolt az elkövető a teknősét, ki is vette, és hát utána ilyen vizes palackkal mosogatták, valószínűleg összepiszkította a kezét, ami egy normális reakció ilyenkor a teknősöktől, és hát aztán ezt követően hozott egy követ, és azzal gyakorlatilag agyonvágta. Az állat ekkor még nem halt bele a sérüléseibe. A gondozók az árás előtti állományszemlén találták meg. Az állatorvosok próbálták megmenteni, de hát gyakorlatilag a hasi és a háti páncélja is végig repelt, gyakorlatilag egy újnyi, két újnyi széles hasadék keletkezett rajta, belső szervek is sérültek, tehát gyakorlatilag menthetetlen volt az állat, úgyhogy hát nagyon kínlódott szegény, úgyhogy végül is az elaltatás volt az egyetlen, amit sajnos tenni lehetett. A fővárosi állat és növénykert ismeretlen tettes ellen tett feljelentést a rendőrségen. Ennél a kifutónál a háromféle teknőst is bemutatunk. Tulajdonképpen hát testközelből, mert itt a kerítés túloldán egyből itt vannak a teknősök, lehet velük találkozni, de hát nyilván ez nem jelenti azt, hogy be kell hajolni, be kell nyúlni, ki kell venni őket, és hát különösképpen nem szabad bántani őket. Hanga Zoltán szóvivő hozzátette, remélik, hogy az elkövető elrettentő büntetést kap, a látogatók pedig ezután jobban betartják majd a szabályokat. A görög teknős Dél-Európában őshonos mediterrán szárazföldi teknősfaj. A Magyarországon hatályos jogszabályok szerint az európai közösségben természetvédelmi szempontból jelentős fajnak minősül, és szerepel a veszélyeztetett állatok nemzetközi listáján is. A görög teknős elpusztítása a büntető törvénykönyv szerint természetkárosítás büntetnek minősül, amelyért akár 3 évig terjedő szabadságvesztést is kaphat a tettes. Na akkor ezek után nézzük, hogy mi lesz az M5-ön a híradóban. A mai műsorvezető Morvai Noémi, jó estét! Szervusz Balázs, jó estét kívánok! 90. jubileumához érkezett az ünnepi könyvhét. Híradónkban megmutatjuk, mivel készülnek országszerte a könyvkedvelőknek. Ezen kívül ellátogatunk a rendszerváltás 30. évfordulója alkalmából rendezett szabadságkoncert főpróbájára is. Mindemellett ízelítőt adunk az Úton van a Cifra Központ országos kulturális roadshowról is. Híradónk után természetesen ma is lesz ez itt a kérdés, amelyben az ünnepi könyvhét kapcsán a Gutenberg Galaxis jövőjét vesszük górcső alá vendégeinkkel. Czakó Gábor Kossuth díjas íróval, Demeter Szilárddal, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatójával, valamint Békés Márton történésszel. Ha tehetik, tartsanak velünk. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük. Sporttal folytatjuk.